3951 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, ezzel 221 ezer fölé nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154 beteg, az áldozatok száma így már 4977 fő. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján közölték a pedagógusok, az óvodai és a bölcsődei dolgozók tömeges tesztelésének eredményét, ami 4436 pozitív eredményt hozott. Ez 2,4%-os arányt jelent. A tesztelést az állami igazgatásban dolgozók és az ügyfélszolgálati munkatársak körében folytatják. Őszintén megmondjuk, hogy nagyobb részvételi arányra számított az operatív törzs, mint amivel találkoztunk. Több mint 1000 tesztelő csapat több mint 10 000 helyszínen tesztelt az elmúlt héten. 181.506-an teszteltették magukat. Szerencsére a pozitivitás alacsony. A gyors tesztelésen megjelentek mindössze 2,44%-a lett pozitív, ami 4436 főt jelent összesen. A bölcsődei dolgozók 79%-a vett részt a tesztelésben, 11.113 fő és 195 pozitív teszt lett. Az óvodai dolgozóknál 74% vett részt, 34.964 fő, 811 fertőzöttet találtak. Az általános iskolai dolgozóknál, oktatói, nevelői munkát végzőknél 73%-os volt a részvételi arány, 95.102 tesztet végeztek, és 2.170 lett pozitív. A szociális intézményekben 24.452 főt teszteltek, 911 főnek lett pozitív. A szakképző intézményekben 64% volt a részvételi arány, 5.653 dolgozót teszteltek, 146 teszt lett pozitív. Az egészségügyi dolgozók közül 10.222-en vettek részt a tesztelésben, és 1,96%-a pozitív tesztek aránya. A gyors tesztelés második köre már el is kezdődött. Arra szeretnénk biztatni mindenkit az érintettek közül, mint ahogy ezt tettük az első hét elején is, hogy aki még nem tette meg, az most éljen a lehetőséggel. Az egészségügyi szakember híradónak azt mondta, örül, hogy bár fél éves késéssel, de elkezdtek tesztelni, és reméli, hogy minden intézményben üdvözlik a tesztelés lehetőségét. Nagyon fontos, hogy továbbra is legyen, és nagyon fontos lenne még az is, hogy ezeket úgy lehessen végrehajtani, hogy az adott intézménynek a vezetője, vezetősége, adott résznek vezetője ne tudja és ne is akarja befolyásolni a teszten való részvételt, szándékát. Láthatjuk, hogy az egészségügyi intézményeink terhelése változatlanul magas. Jelenleg 7884 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Start című műsorunkban elmondta, teljesen biztos abban, hogy reálisak a halálozási adatok, és az, hogy mennyien vannak lélegeztetőgépen, illetve intenzív ágyon. Az, hogy mennyi a fertőzöttek száma, abban általában bizonytalanság van a világ minden országában, hiszen ebbe nem kozmetikázzák az adatokat, hanem egyszerűen a magántesztelések nem kerülnek be. Tehát egy csomó ilyen probléma lehet, de itt is a tendencia az, ami hihető, tehát ha romlik a helyzet, annak hinni kell. Kincses hozzátette, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne következzen be az egészségügyi ellátásban a túlterhelés, ezért a megelőző intézkedéseken van a hangsúly.